akkor nézzük is meg, hogy mit kell esetlegesen tudnia egy élelmiszer és vegyvára eladónak a pékség részen. Hiszen a kiszolgáló pultnál, illetve a pékség részen is ezek az eladók vannak. Általában a nagyobb üzletekben az ilyen pék termékek fagyasztottan érkeznek ilyen nagy csomagolásban. Ugye ez ilyen karton van, meg azon belül egy műanyag zacskóba ömlesztve érkeznek az ilyenek. Ugye még nincs kész, ezt meg kell sütni, be kell tenni a sütőbe. Ezeknek a szabideje magának kartonom van. Egyébként nem is szabad, hogy kiengedjen az ilyen előre fagyasztott termék, mivel akkor már nem lehet értékesíteni. És ha kisütjük, tehát kisütés után, ami ugye nem fogy el az nap, ugye ilyen péktermékből, akkor ugye le kell írni. Tehát nem lehet tovább értékesíteni. De viszont nap vége felé úgy látjuk, hogy nem fog elfogyni a pultból az a péktermék, amit ugye kitettünk, meg megsütöttünk, akkor ugye az árán lehet esetleg változtatni, hogy 10%-kal olcsóbb, 20%-kal olcsóbb, mi ez a péktermék, mert különben akkor veszteség lesz, hogyha nem sikerül ugye többet eladni belőle, mert azt le kell írni, ugye nem lehet tovább értékesíteni másnap azokat a péktermékeket, amiteket kisütöttünk. Tehát minden nap frisset kell csinálni. És mielőtt még belekezdenénk a kenyérfajtákba, ezelőtt beszéljük át, hogy milyen lisztek vannak. Ugye van a rozsliszt, van a búza kenyérliszt, ugye BL80-as jelölésű, amit ugye itt látunk. A BL jelentése búza liszt. Tehát a BL ugye ebből a kettőből van. A BL80 pedig azt jelenti, hogy ugye 900 fokos hőmérsékletű speciális kemencébe történő két órás égetés után ennyi a hamutartalma, tehát BL80, tehát 0,8% hamu marad. Hogyha 900 fokon két órás, ö, két órán keresztül égetjük. Tehát az azt jelenti, hogy búzaliszt, és a 80-as az 0,8% hamú 900 fokos égetésbe. Van, van azon belül a Graham-liszt. Ugye ez GL200. Egyébként a Graham-lisztet cukorbetegeknek is szokták ajánlani, hiszen azt nyugodtan fogyaszthatják. De majd később persze kitérünk arra is, hogy a cukorbetegeknek milyen ö, péktermékeket ajánlunk, illetve a diétázóknak milyen péktermékeket ajánlunk. Nézzük tovább, ugye RL190. Az RL is nagyon egyszerű, hiszen rozs, liszt. Tehát RL ebből a kettőből van. 190 pedig 1,9% hamut tartalmaz 900 fokos égetés során. Itt a képen láthatjuk a Graham zsemlét, amint említettem, ugye ezt a Graham zsemlét fogyaszthatják a cukorbetegek. És egyébként emellett még a teljes kiörlésű liszből készült kenyeret, zsemlét, vagy egyéb dolgokat. És fogyaszthatják a cukorbetegek. Szintén fogyaszthatják a cukorbetegek a szénhidrát csökkentett kenyereket, és ugye, amit említettem, a Graham zsemlét. Diétázóknak ugye a teljes kiörlésű kenyeret kell ajánlani, és a szénhidrát csökkentett termékeket. Röviden ennyit a cukorbetegekről és a diátázokról. Folytassuk is tovább, hogy a pékségén még milyen egyéb feladatok vannak. A pékségben nem csak kenyerek vannak, hanem például fánk, meg egyéb ilyen kis édességek is találhatóak. A fánkról annyit kell tudni, így röviden elmondanám, hogy az, tehát az is ilyen ömlesztve érkezik, egy nagy csomagolásba a fánk, és ha azt kibontjuk, és ugye kihelyezzük ugye az eladó térben, akkor 24 óráig lehet értékesíteni. Tehát egy napig. És amit nem adunk el aznap fánkot, az ugye mind leír. Mind le kell írni. Tehát nem lehet tovább értékesíteni másnap. Tehát amit kihelyezünk fánkot, az ha nem fogy el, akkor már nem lehet kint hiszen felbontottuk azt a csomagolását, és kihelyeztük. Tehát azt kell megjegyezni, amíg a fánk nagy csomagolását nem mondjuk fel, addig ugye a dobozon lévő ugye szabatossági idő fog érvénybe maradni, de amint felbontjuk, akkor 24 óra, tehát 24 óra múlva, tehát másnap azt ki kell dobni. Tehát nem lehet értékesíteni ugye előre csomagolt kenyereknél ugye a szabatosság idő ugye általában rá van írva, tehát az addig jó, ameddig ugye rajta van a csomagolásán, de ami nem előre csomagolt kenyér, hanem úgy jön, az is szintén 24 órás, tehát másnap már nem lehet értékesíteni. Tehát ami bejön kenyér, esetleg ugye beszállítóktól, vagy zsemle, azt aznap kell értékesíteni, másnap már nem helyezkedjük ki. Sőt, üzlet zárásákor egyébként be is kell szedni az ilyen termékeket, hiszen reggel majd friss kerül kihelyezésre. Ugye, amiben tároljuk ezeket a péktermékeket, a kenyereket, illetve zsemléket, kifliket, azokat a rekeszeket mindig tisztán kell tartani. Tehát amint leszedjük, ugye mindig üzletzárás után szokták ezeket leszedni, ugye leszedjük, és utána mindig kitakarítjuk, kitisztítjuk. Tehát mindig tisztán kell tartani ezeket a rekeszeket, ahol tároljuk ugye a zsemléket, kenyereket, és amiről már beszéltem, ugye fánkokat. Azt mindig tisztán kell tartani. És hogyha mi ugye említettem ezeket a fogyasztott termékeket, tehát a fogyasztott termékeket ugye magánknak ott a bolti eladóknak kell ugye kisütniük, aki azon a pékség részlegen van. Fontos tudni még ugye kisütésnél, hogy a magvasat ne keverjük a magtalannal. Tehát mondjuk Mindjárt mondok egy példát, tehát a magvas zsemlét ne keverjük a mag nélküli zsemlével, hiszen hogyha valaki esetleg érzékeny, ugye a magokra, akkor annak véletlenül se kerüljön be egy darab mag se a értékesíteni kívánt termékből. Tehát fontos sütésnél odafigyelni, hogy ne tegyük egy helyre a magvasat a magtalannal illetve zsemle mellé, ne, amikor kisütjük ugye a zsemlét, például akkor ne tegyünk fánkot, meg ilyesmit mellé. Vagy kakaós csigát, vagy fahéjas csigát. Mert ez is szigorúan tilos, tehát ha csak zsemlét sütök, akkor, akkor az egész sütőbe csak zsemle lehet. Ha kifli sütök, akkor az egész sütőbe csak kifli lehet. És egyébként a sütőpapírt azt minden egyes alkalommal, akárhányszor sütünk abba a sütőbe, ki kell cserélni. Tehát többször nem lehet használni. Hiszen a higiénia és a tisztaság a legfontosabb. És termés, természetesen nap végén, meg akár napközben is, a sütő része mindig fel kell mosni a padlót, hogy ne legyen kosz, illetve amint. Előkészítjük ezeket a péktermékeket, azt is szintén el kell mosni, hiszen fontos a higiénia és a tisztaság. A zsemléket töltésnél, illetve minden egyes pékterméket kesztyűbe kell megfogni, tehát nem foghatjuk meg kézzel, amikor kitöltjük ezeket a péktermékeket ugye a, az eladó pultba. Tehát ez kézzel nem szabad hozzányúlni. És nagyjából szerintem végeztem is volna ezzel a pékség résszel. Úgyhogy további jó tanulást kívánok!